Még a Krétában is kaja lesz, tutira. Nem mondod, hogy egy chipset? Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és szerintem sokan tudjátok, hogy én folyamatosan próbálok nektek segíteni. Ez így volt egy hónappal ezelőtt is azzal a videóval, amiben puskázási módszereket néztünk. Egyébként az rengeteg tanárhoz is eljutott, szóval bocsánat. De egy héttel a videó után írtatok nekem legalább vagy 50-en, hogy annak a videónak köszönhetően 5-ös dolgozatokat írtatok. Szóval nagyon büszke vagyok rátok, mármint akarom mondani, nem szabad csalni. Na de ezzel a videóval is próbálom megkönnyíteni a ti iskolai életeteket, ugyanis olyan tippeket és trükköket fogunk megnézni, hogy hogyan csempészhetek be kaját órára, és hogy hogyan egyetek feltűnésmentesen órán. Nekünk amúgy gimiben nem voltak ilyen technikáink, ilyen praktikáink, bár nem is nagyon volt rá szükségünk, ugyanis voltak olyanok, mármint ez csak illúzió és kitaláció, nem voltak ilyenek. Egy barátom mesélte, hogy az ő barátjának, a kutyájának az osztálytermében voltak olyanok, hogy így óra közepén nyomtad a pizzádra a kis ketchupot, meg azon nevettem én legjobban így visszagondolva, ez még azt hiszem ilyen 9-ben volt, amikor vettünk ilyen kis papírtányérokat, ilyen mély tányérokat, és így a pad alól random előveszel egy literes tejet, és így mindenkinek szépen töltesz a kis műzlis tányérjába, persze ez ugye nem órán történt, majd pedig így szétosztjátok a műzlit, és elkezdtek műzlit enni. És akkor az M&M's-et a koponyának a szemébe beleönti, hogy elrejtse. Fú, mit fogunk mi nézni? Csak így hopp, észre se lehet venni, nem, kicsit se. Oppá, oppá, oppá! Az alján volt a csoki tartó. Jó, de most abban mennyi fér? Full őszintén. Egyszerűbb lenne, megfognád, kiszórod az asztalodra és ott van. Nem itt hülyéskedni. Van olyan ember, aki ilyenekkel akar szórakozni. Ezért amúgy adnak valahol igazgatóit vagy osztályfőnökit amúgy, ha rajta kapnak, hogy esztek órán? Mert én nem tudom, szóval most full érdekel, szóval írjátok le, légy szíves nekem. Gyanús volt az osztálytársának is, de van egy olyan érzésem, hogy nála is lesz valami kis csiki-csuki. Még a Krétában is kaja lesz, tutira. Nem mondod, hogy egy chipset? Várjál, szóval egy chipset azért, hogy bele tudjátok tenni a ragasztóba, ekkora darabokra daraboltátok. Nektek aztán van időtök. Miért nem vitted be inkább az acskó chipset, azt hello? Összevizezi a chipset. És ezt kell olyan fél órába telik megcsinálni szerintem. Összevizezte, most pedig megsüti. Hát ezeket itt senki nem fogja használni. Jézusom. Kinek van ennyi szabad ideje? Az adjon egy kis időt nekem is. Hú, de kis sunyi volt. Na, abba is el fog rejteni kaját, vagy nem? 1000 fokos késkihívás van most. És mikor esszük végre meg? Na. Persze, és még le is festi. Még a címkét is fest rá ugyanúgy, és ráfesti. Haver. Csinálsz egy kamuragasztót cukorkából,
Azért, hogy utána széttörd. Akkor miért nem fogod meg azt a cukorkás rudat, és miért nem azt viszed oda? És csak így sunyin, hopp, nincs itt semmi, illúzió, minden. Tanárnő nem látott semmit. Na, megmutatja a főnök azt, hogy hogyan kell elrejteni igazából a kaját. De amúgy nem már. Órán inni se lehet még? Írjátok már le, hogy nálatok lehet-e inni órán, vagy nem lehet, és mi történik akkor, ha nem lehet, és ti isztok? Kaptok egy egyest azért, mert ittatok? Hát ez nem feltűnő, igazad van. Persze, senki se gondolná, hogy így iszod a ceruzákat, és ott van Ücsi. Senki se. Előkapja a krétát, és abba is kaja lesz. Hogy erre senki nem gondolt volna, ja de. És még egyesével becsomagolja az oreókat. Kiégett ez a videó? Nem értem, hogy most mi történik. Azt se, hogy ezt miért nézem, én csak segíteni akartam nektek, és ez lesz belőle. És ez nem feltűnő, hogy ott teszed az első padba amúgy. Hogy cukorka van a táblán lévő mágneses cuccba. Szerintem videó engem még nem égetett ki annyira, mint ez. Jó, hogy már egyben nutellát rak bele. A másikba pedig sütiket. És most így elképzelem, hogy kimész a táblához, amikor fel kell írnod valamit, a tanár egy méterrel melletted át, meg csak így hopp, leveszed a kettőt, kis bolond kekszecske bele a kis nutellába, és nem történt semmi. Nem látod semmit, tanárnő. Színenként kiválogatta az M&M-szet, és úgy rakja el őket. Miért van ennyi szabad ideje az embereknek? Mennyi hasznosabb dolgot is tudtál volna ennyi idő alatt csinálni amúgy? Majd pedig egy M&M-szes dobozba beteszed, nem feltűnő az amúgy. Kicsit se feltűnő. Én azt hittem, hogy valami tuti tippek lesznek, hogy a padnak, nem tudom, ide az aljára szerel egy kis dobozkát, és abból szépen falatozgatja a kis chipsét. Nem ilyenek. De jobbakat kitalálnék ennél most full őszintén. Csak én vagyok amúgy az, aki nem egyesével szokta enni az M&M-szet. Na, 10 óra idő, itt lehet valami hasznos tippet is fogunk végre látni. Miért nyalja meg a száját a naplója láttán? Ja, hogy az egy kanál. Ráadásul egy műanyag kanál. Szóval te megölöd konkrétan a teknősöket. Mit rakott a naplóját? Ja, most készíti. Mi ez? Tej? Ez valami puding lehet? Vagy mi ez? Azaz a gumicukor cucc! Na ez mondjuk nagy ötlet, végre valami. Az úgyis sokan rágják a ceruzák végét, a tollak végét, hogy gumicukor lenne akkor, még értelme is lenne. Ez tetszik. Ez az első használható amúgy szerintem kb. De érted, akkor is most belerakod a koszos tolltartodba ezt, akkor az nagyon higiénikus lesz amúgy. Vagy ezt is körbetekered fóliával, mint amúgy mindent eddig? Szerintem, ha a mai magyar iskolákba beviszel egy olyat, ki is csapnak téged. De érted, ez nagyon feltűnő. Olyan könnyen bele tud ragadni szerintem ez oda. Na és ez volt az utolsó ilyen kis tipp. Hát ez a videó engem amúgy eléggé lehozott az életről. Azt hittem, hogy sokkal jobb lesz, és sokkal használhatóbb tippeket, trükköket fogunk látni, de hát nem. Szóval szerintem mára nekem elég volt az internetből.
Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!